Hétközi fordulót rendeznek a labdarúgó első ligában. A hatodik fordulóban a Marosvásárhelyi AC a hazai pályán játszik. Vendége a két volt játékosát is foglalkoztató temesvári Poli lesz. A találkozó este 7:30-kor kezdődik. Olimpiai kvótát szerzett a román országúti kerékpáros Szergej Cvetkov. A sportoló a székelyföldi kerékpáros körversenyen kapott pontokkal vívta ki a részvételt. Jó idényt tudhat maga mögött Szergej Cvetkov, aki idén befejezte az olasz körversenyt, országos bajnok lett és a nagyszebeni körversenyen összetettben a harmadik helyen végzett, akár csak a székelykörön. Ezzel pedig kivívta a riói olimpián való részvételt. Egy hónap múlva világbajnokságon áll rajthoz. Készülök a világbajnokságra, amelyre Virginia államban, Richmondban kerül sor. Remélem jó tapasztalat lesz, én minden tőlem telhetőt megteszek. Tavaly a spanyolországi világbajnokságon az időfutamot a 44. helyen fejezte be, a mezőnyversenyen pedig nem ért célba, ezért idén egy jobb eredményben reménykedik. A Román Vívó Szövetség kezdeményezésére az ország 11 városában indítanak kampányt a vívás népszerűsítésére. A kampány célja a gyerekek érdeklődésének felkeltése a sportág iránt. A marosvásárhelyi megmozdulásra szeptember 17-én kerül sor a Színház téren, ahol Anna Maria Brönza, Tiberio Dolni Csánó, Simona Germán és Mihály Kováliu vívó bajnokok autogramot osztogatnak és a sportág szépségeiről beszélnek. Hasonló rendezvényre tavaly is sor került.